Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és ma az indulásról lesz szó. Ötlet, motiváció és segítség. Lekutatták, hogy az emberek hányszor vágnak neki egy ötletük megvalósításának, mielőtt feladnák. Te mire tippelsz? Egyszer, kétszer, ötször, tízszer, húszszor vagy százszor? Ezt a vlog végén el fogom mondani, de előtte hoztam nektek néhány ismert példát. És ezt most meg is mutatom. Sylvester Stallone olyan szegény volt, mielőtt befutott, hogy még a kutyáját is el kellett adni. Rá két héttel megírta a Rockyt, ugye amivel befutott filmet, annak a szkriptjét, és több ezerszer állítólag 1500-szor utasították vissza, és nem is mondott igent az első ajánlatra, mert kikötésnek tette azt, hogy ő lehet a főszereplő, és a kapott pénzből egyből visszavásárolja a kutyáját, amit meg is tett, és a filmben a kutya van benne. Walt Disney például kirúgták az első szerkesztői állásából, és az indok az volt, hogy nincs elég kreativitása. Michael Jordant, aki szerintem a valahelyett legjobb kosárlabdázó, nem válogatták be a gimibe, mondván, hogy nem volt elég tehetsége. J.K. Rowlingot 12 kiadó utasította vissza, hiszen senki sem olvas felnőtt meséket. A lámpakörte feltalálásánál Thomas Edison 1000-szer hibázott. Saját szavaival, az ő meglátásában ez nem 1000 hiba volt, hanem 1000 módját tudja annak, hogy hogyan nem működött, és ez az 1000 lépés kellett ahhoz, hogy feltalálja a villanykörtét. Gondolj csak bele, hogyha ezek a sikeres emberek is folyton kudarcot vallottak, akkor semmi sincsen abban, hogyha mi hétköznapi arcok is próbálkozunk. Ha ismersz hasonló sztorikat, akkor kommentelj be, és most kezdjük el a vlogot! You have to lead when no one is following you yet. Magyarul, akkor is vezetned kell, amikor még senki sem követ téged. Egyszerűen még mai napig kiráz a hideg, amikor én ezt az idézetet hallom, mert olyan durva ereje van. Egyet szögezzünk le az elején. Nehéz lesz. Ez nem is kérdés. Hogyha bármilyen kétségek vannak a fejedben, akkor lehet, hogy abba is hagyhatnád a videónak a nézését, mert hogyha belevágsz egy vállalkozás elindításába, egy projektbe, az igenis nehéz lesz. Fognak jönni akadályok. Baromi sok meló, óriási elköteleződés az egész, viszont addig, amíg nem találod meg a megfelelő partnereket, magadba kell hinned és magadnak kell a kezdőrugásokat megcsinálnod. Kezdjük az ötlettel. Sajnos sokat hallom a világban azt, hogy semmi másra nincsen szükséged, csak egy jó ötletre. Szerintem ez a legnagyobb marhaság, amit csak lehet tanácsolni. Ugyanis az ötlet önmagában sem ér. Persze, nem kell nekem hinned, nézd meg Bill Grossnak a TED Talkját, hogyha nem ismernéd, ő az a csávó, aki eladta a Yahoo-nak a keresőmotorát, és ő találta fel, nyilván ebből nagyon sok pénzt keresett, és egy Idea Lab nevű accelerátort hozott létre, és ő lett az egyik legmenőbb szilíciumvölgyi befektető, és több száz céget elemzett, több száz startupot, hogy mi az a dolog, amire szükségük van ahhoz, hogy befussanak, öt faktort azonosított. Idő, pénz, üzleti modell, csapat, és persze az ötlet. Most akár meg is lepődhetsz, ugyanis az ötlet a sor végén van. Sokkal fontosabb az, hogy legyen egy megfelelő csapat, és a jó időben, tehát megfelelő időzítéssel kezdjünk neki, valamint hogy a szükséges előforrások rendelkezésre álljanak. A másik fontos üzenetem az ötlet kapcsán pontosan az, hogy mit is értünk ötlet alatt. Az ötlet nem csak kipattan a fejünkből, hogyha valakinek ez sikerül, akkor szerencsés és gratulálok neki, de szerencséről ne is kezdjünk el beszélni, ugyanis nem szerencsések leszünk, hanem megcsináljuk a szerencsénket, ahogy az angol is mondja, I make my own luck. Az ötletet sokkal inkább egy megoldásnak kellene nevezni. Megoldást pedig valamilyen problémára lehet találni. Figyeljetek, ez a kulcs, úgyhogy megismétlem. Megoldást egy problémára lehet találni. Tehát a feladatunk nem más, mint nyitott és kritikus szemmel járni. Figyeljünk az életkörnyezetünkre, nézzük meg, hogy a szakterületünkön milyen dolgokat változtathatnánk, hogyan tudnánk valamit jobban csinálni. És hogyha sokszor látjuk vagy halljuk, hogy az emberek valami iránt panaszkodnak, vagy érzik azt, nem is tudják megfogalmazni, hogy azt hogyan lehetne csinálni, de mégis valahogy máshogy szeretnék, akkor lehet, hogy jön nekünk egy szikra, és hogyha éppen jó az időzítés, tehát megtalál minket a lehetőség, kész vagyunk rá, rendelkezésre állnak az adott erőforrások, akkor tudunk a tettek mezejére vágni, és akkor már nem is inkább ugye egy ötletnek nevezzük ezt, hanem sokkal inkább egy megoldásnak az adott problémára. Persze, ez az a dolog, amit mások ötletnek fognak nevezni, és még furcsálják is, hogy tudtál ilyen gyorsan valamit megcsinálni, pedig nagyon hosszú felkészülés van mögötte. Motiváció. Ez a következő rész. Ha van egy jó ötletünk, akkor honnan lesz erőnk a megvalósításra? Na, ezt nevezik motivációnak. Persze, az embereknek erről is téves képeik vannak a fejükbe, viszont most jön a felvilágosodás, úgyhogy figyelj!
tetteink nem csak a motivációnk eredménye is, hanem az oka is. Ez egy 22-es csapdája. Ha nem vagyunk motiváltak, akkor nem jutunk sehova. De ha nem lépünk a tettek mezejére, akkor nem válunk motiváltá. Ez azért van, mert általában akkor érezzük magunkat motiváltnak, amikor van mellette egyfajta érzelmi inspiráció. Ez valahogy úgy következik egymás után, hogy érzelmi vágy, motiváció, tett. Ebből következik, hogyha valamit el szeretnénk érni, de nem vagyunk motiváltak, nem inspirál minket semmi, akkor teljesen elveszettnek érezzük magunkat. Szinte semmit sem tehetünk. Vagy mégis? Vagy csak akkor, hogyha történik valamilyen óriási világmegváltó érzés bennünk, hogy most szétrobbantjuk a világot, és csak akkor tudunk kikelni az ágyból és valamit csinálni? Nem. Mark Manson szerint a probléma ott van elásva, hogy amíg mi várjuk a sült galambot és ezt a problémát egy síkba látjuk, addig a valóságban egy spirálról van szó. Tehát úgy van, hogy inspiráció, motiváció, tett, inspiráció, motiváció, tett, inspiráció, motiváció, tett. Az a helyzet, hogy a tetteink a kulcs. A tetteink okoznak és váltanak ki érzelmi reakciókat, kvázi inspirációs vágyakat, amiktől motiváltakká tudunk válni. És ez a motiváció fogja meghatározni a jövőbeni tetteinket is. Ha ezt elfogadjuk és elkezdjük alkalmazni, akkor jutunk el a gondolkodásmódunk átprogramozásáig. Tett, inspiráció, motiváció. A cél szentesíti az eszközt. Mark Manson ezt nevezi csinálj valamit elvnek. Egyszerűen csak kezdjük el, csináljuk, és majd megjön vele a motivációnk is. Segítség. Ez az utolsó téma, amiről ma beszélni fogunk. A másik marhaság, amit hallok, hogy a vállalkozók azok magányos farkasok, egyedül kell végigmenniük az úton, vagy magányosak a csúcson. Ez mind bullshit, hashtag bullshit. Már említettem az erőforrásokat. Ezek közé tartoznak a megfelelő partnerek kiválasztása is. Itt beszélhetünk barátokról, üzlettársakról, beszállítókról, kereskedelmi partnerekről, akik a reklámot vagy marketinget csinálják nekünk. Mindenkit meg kell találni, akik szükségesek a mi feladatunk elvégzéséhez, és együtt tudunk működni. Ha még egyedül is vagyunk, akkor az első fontos lépés az az, hogy megtaláljuk azokat, akikkel kölcsönösen tudjuk egymást segíteni, kvázi egyfajta win-win helyzetbe tudunk kerülni. És ha meg nem ismerünk ilyeneket, akkor, mint máskor is, a Google a barátunk. Meg lehet találni, Zsóf is ezt csinálta a beszélgetésben, amire már hivatkoztam. Valami még hátra van. Emlékeztek, hogy a vlog elején megkérdeztem, hogy szerintetek hányszor próbálja meg valaki, mielőtt feladja az álmait, vagy a projektje megvalósítását? Hát a válasz nem 5 vagy 10 vagy ennél magasabb szám, hanem 0,4. 0,4 az azt jelenti, hogy a legtöbb ember még egyszer sem próbálja meg, tehát meg sem próbálja egyáltalán, mielőtt még feladná azt, amit ő szeretne csinálni. Bele sem kezd, meg sem nézi, hogy mit csinálhatna. Te ugye nem ide tartozol. Csináld, próbáld ezerszer, újra meg újra, és emeljük fel ezt a statisztikát. Ehhez pedig az első lépés, hogyha értéket adtak ezek a tippek, akkor mindenféleképpen iratkozzál fel a csatornámra, nyomd meg a gombot, illetve mellette a csengőt is, hogy ne maradjál le, nézd meg a beszélgetésemet Zsófival, valamint, hogyha nem szeretnél egy hetet várni a heti vlogjaimra, akkor menj át Instagramra, kövess be ott is, mert ott napi szinten osztok meg mindenféle tartalmat. Ha ezt látod, az nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy végignézed a vlogomat, amit nagyon szépen köszönök. Tényleg a feliratkozás még egyszer mondom kell, mert jön a második rész, amikor jövő héten a márkaépítésről, cégalapításról, üzletfejlesztés, piackutatásról fogok beszélgetni. De addig is indítsunk el egy beszélgetést, mondd meg, hogy mi a véleményed magáról az ötletről, adtam-e bármi gondolatot neked, hogy hogyan tudod magadat motiválni, és remélem, hogy jövő héten találkozunk. Sziasztok!